A mai videó az egy beszélgetős, sminkelős videó lesz, ugyanis nagyon szerettem volna veletek ezzel az Essence palettával, ezzel a Turtle You Are In My Circle nevezetű palettával sminkelni, amit láthatatok már a kedvences videómban, ugyanis már használtam egy jó párszor. Úgyhogy ebből a jó kis palettából fogok most nektek ma valamiféle jó kis sminket kreálni, és maradt még pár kérdésetek a legutóbbi Q&A videóban nem válaszoltam rájuk, és gondoltam ezek inkább ilyen kicsit komolyabb kérdések, és nem annyira divattal kapcsolatos kérdések. Gondoltam, hogy ezen így végig fogok zongorázni a mai sminkes videó alatt. Szerintem ilyen kérdéses, válaszos, sminkelős videót még nem csináltam, és nem tudom, hogy mennyire vagyok így multitasking, tehát hogy így válaszolok is a kérdésre, meg közben sminkelek, és közben elmondom, hogy mit kenek a fejemre. Igazából teljesen mindig, mert annyira nincs sok változás a smink cuccaimban, úgyhogy ha esetleg nem is mondom, akkor lehet, hogy majd kiírom a képernyőre, majd amikor szerkeztem, hogyha elfelejtem mondani. Úgyhogy kezdjük is az alapozással, és ide tartozik egy kérdés, méghozzá ilyen arcápolási kérdés, hogy mi az arcápolási rutinom, mert ugye a videóban nagyon szép, egészségesnek tűnik a bőröm. És ehhez annyit hozzáfűznék még, hogy lehet, hogy úgy tűnik, de nagyon sokszor nekem is kiragyásodik a fejem, tehát hogy ne essetek bele ebbe a gödörbe, hogy minden videósnak nagyon gyönyörű a bőre, hiszen láthatjátok, hogy nekem is vannak itt azért bőrhibák, pattanások, de tervezem majd az arcápolási rutin videómat megmutatni nektek, mármint úgy, hogy reggel és este. Nem tudom, hogy ezt mikor fogom megcsinálni, valamikor biztos lesz róla videó. Csak azt szeretném, hogyha tudnád, hogy tehát nem minden az, aminek látszik. Az első lépés a Carmex, kicsit szárazak az ajkaim, úgyhogy ez nem árt. Az alapozom pedig a szokásos Revlon Colorstay, a kombinált olajos bőre való a 240-es Medium Beige nevezetű árnyalatban, ami a nyári árnyalatom, és hát nyilván most látjátok, hogy az arcom az elég fehér, meg most egy ilyen magas nyakú felsőt vettem fel, de úgy tényleg a bőröm az így az arcomhoz képest elég barna. Tehát mivel 50 faktort használok az arcomon egész nyáron, ezért az nem barnul le, meg a nyakam sem igazából, úgyhogy ezzel kell így dolgoznom, így próbálom mindig így összeilleszteni a kettőt, tehát a testemet az arcommal, ez így egész jól szokott tényleg funkcionálni, de most talán annyira nem lesz vele bajom, hogy magas nyakú a felső, úgyhogy ez a felső, ez egy jó választás volt a mai videóhoz. És mostanság az alapozomban mindig keverek a Catrice-nek ebből a highlighter cseppjeiből. Erről beszéltem szerintem a kedvences videóban, hogy nem is a fénye miatt használom, hanem amiatt, hogy így ráragod a fejemre az alapozóval együtt. Tehát, hogy ha dolgozni megyek, és tényleg nem 40 fok van, meg futok, szaladok, akkor így nap végére is tök jól. Hiába hordom a maszkot, meg mindenféle hülyeséget, tök jó rajta marad az arcomon, nem kopik meg annyira, és szerintem ez emiatt a csepp miatt van. Látjátok, hogy azért annyira sokat nem teszek az alapozomhoz, mert akkor túl sötét lenne, de ez nagyon, nagyon szuper. Közben itt vannak mellettem a kérdések, és nézzük is az egyiket. Például tervezed-e a munkahelyi váltást? Ha igen, akkor milyen terület érdekel? Hát ugye azt tudjátok, hogyha 2-3 videómat már láttátok, hogy nem az álom munkahelyemen dolgozom, vagy hát nem ez az álom hivatásom, viszont nem tudom igazából, hogy mit akarok csinálni, és mihez akarok kezdeni, tehát hogy ez az én hibám, és így ennyi, nem is panaszkodom emiatt, majd valamikor ugye jön, vagy így valamikor majd így biztos, hogy eldöntöm, de nem tervezek jelenleg munkahelyet váltani, és mindjárt bele is folyok, hogy miért nem. Tehát jelenleg az a helyzet az én munkahelyemen, hogy ezt tudjátok, ezt mindig elmondom, hogy én rengeteget dolgozom tényleg, és most ezt nem azért mondom, hogy így sajnálhassam magam, vagy nem azért mondom, mert hol én itt az egyedüli ember, aki rengeteget dolgozik. Ez amikor én végzek 10 óra múlva a munkahelyen, akkor én így konkrétan így összeesek, és nem szeretném ezt csinálni egész életemben, biztosan nem. Most így, amíg megy, és még így, amíg bírom, addig ez így jó, tehát, hogy így természetesen sokszor én is kivagyok azon, hogy jaj, mennyire nehéz, meg hogy mennyi dolog van, viszont ami kárpótol jelenleg az az, hogy
a munkahelyemen nagyon-nagyon meg vagyok becsülve, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnek. Nem tudom, hogy hogy mondjam. Tehát, hogyha van egy olyan munkád, amit igazából nem szeretsz teljes szívedből, tehát nem utálod, de mégsem az igazi, akkor is, tehát hogy ez, hogy ennyire szeretnek, ennyire megbecsülnek, köszönetet kapsz érte, és nagyon sok jó visszajelzést kapsz, mert jó vagy benne, és kedves vagy, és beleadsz apait, anyait, tehát hogy ez nagyon sokat dob azon, hogy az ember hogy megy dolgozni. Tehát én soha nem dolgoztam például irodában. Nem tudom, hogy az milyen. Nem tudom, milyen egy irodában dolgozni. Lehet, hogy nehezebb, lehet, hogy könnyebb, lehet, hogy többször tudsz úgy ellazulni egy kicsit, vagy többször tudsz nem éppen a munkára koncentrálni, többször tudod elcsalni azt az időt, amit én a napi 10 órában nem tudok, mert nekem mindig ott kell lennem, ahol a páciens lényegében. Tehát, hogy nekem soha nincs az, hogy most egy 5 perc pihenő. Tényleg, soha. Viszont nem hinném, vagy nem tudom tényleg, de nem gondolnám, hogy én ennyi pozitív visszajelzést, köszönetet kapok, hogyha ülök egy irodában, és valami Excel táblát töltök ki, vagy e-mailekre válaszolok, vagy nem tudom. Lehet, hogy nem így van, de nézzétek, én nagyon sok emberrel dolgozom. Nem mondom azt, hogy mindegyik nagyon hálás, mert nem, ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, nem vagyunk ugye ugyanolyanok, de rengeteg köszönetet kapok azért, mert segítek, és ez azért motiválja az embert, és ez az ember lelkének jól esik. Ez a nap végén neked nagyon jól esik, hogy te segítettél. Dolgozom 3 éves, 2 éves kisgyerekkel, dolgozom 80 év feletti demens emberekkel. Tehát, hogy nem mondom, hogy könnyű, de segíteni jó. És mindig úgy megyek be amúgy dolgozni, hogy jó, tudom, hogy nehéz lesz, tudom, hogy a nap végére tényleg meghalok, viszont a hozzáállásomon, hogyha változtatok, akkor már is máshogy megy a munka. Tehát, hogyha azt figyeled, hogy te mennyi embernek segítesz, és nem azért csinálod, mert jaj, nekem most el kell jönnöm ide dolgozni, és alig várom, hogy megjön a fizetésem, holott én is a fizetésemért csinálom, ne értsétek félre. De hogyha egy kicsit változtatsz így a hozzáállásodon, a gondolkodásodon, akkor mindjárt más az egész. Tehát, hogy akkor mindjárt más a gyerekfekvése, és amiért engem ott nagyon becsülnek, az. Én jó asszisztens vagyok, tudom. Viszont én is szoktam hibázni. Tehát, hogy aki dolgozik, az hibázik. Aki nem dolgozik, az kurvára nem tud hibázni. Tehát, hogy én is szoktam hibázni. Nem erről van szó, viszont én mindig nagyon kedves vagyok. Én erre mindig nagyon figyelek. Én mindig úgy kezelem az embereket, ahogy én is szeretném, hogy én kezelve legyek egy ilyen esetben. Úgyhogy erre nagyon figyelek. És észrevettem azt, hogy ez a kedvesség, ez nagyon sokszor visszajön. Nem mindig rögtön abban a pillanatban, de nagyon sokszor ez a kedvesség, ez visszatalál hozzám. És ez most nagyon ilyen koelós bölcsességnek hangzik, de valahogy ez tényleg így van, és ebben van valami tényleg. Úgyhogy kérdésedre visszatérve, most még jelenleg nem tervezek változtatni, de mint mondtam, tehát hogy nem ez az én álom melóm, és valószínű, hogy el fog jönni egyszer biztos az az idő, amikor váltani fogok. A szemem alá a szokásos Catrice Liquid Camouflage korrektor jön még hozzá a 005-ös Light Natural árnyalatban. A szemem alatti korrektorral meg is vagyok, és most fixálom az egész arcom a MAC-nek a Mineralize Skin Finish Natural puderével. Nagyon nagyon gyengén, tehát nem akarom túlzásba vinni tényleg. Ha már így a púdernél tartunk, emlékszem egy olyan kérdésre, nem tudom, hogy kommentben jött-e, vagy sem, hogy a MAC-nek a Mineralize Skin Finish-ét venném-e meg, vagy a Guerlain-nek ezt a púder gyöngyöcskéjét, és tehát, hogy ez a kettő, ez nem ugyanazt a szolgálatot teszi szerintem az én számomra, tehát, hogy ez inkább fixálás, tehát ez inkább az, hogy rajta marad a smink az arcomon, ez pedig ad valamiféle extrát. Tehát, hogy nem mondom, hogy ezzel nem lehet fixálni egy alapozót, de én úgy gondolom, hogy
Ez inkább egy effekt a bőrön. Én úgy szoktam használni, hogy ezzel fixálom az alapozót teljesen, nem nagyon durván, tehát hogy keveset viszek fel belőle, mert nem szeretem, hogyha ilyen nagyon-nagyon mattos hatása van, még akkor is, hogyha azt írja, hogy natural, tehát hogy valamiféle szatén fény, azért látjátok, hogy ebben a púderben is van. De ezt, tehát a púdert, gyöngyöcskéket így a befejezésre használom, tehát hogy szintén púder, de mint highlighternek használom, úgyhogy a kettő számomra nem ugyanaz, úgyhogy annyit tudok tartani, hogy vedd meg mind a kettőt. Nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy megéri-e fogászati asszisztensnek lenni itt Ausztriában, meg alapjáraton megéri-e annak tanulni, és szerintem így rossz embertől kérdezitek ezt, tehát hogy nem tudom. Mivel én annyira nem szeretem ezt az egészet, tehát hogy én csinálom, és el vagyok vele, de ez nem az álom munkám, ezért nem tudok róla csak jót mondani. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy nem éri meg, mert amúgy egy nehéz munka is. Ez nyilván attól függ, hogy hol dolgozol. Tehát, hogy mit tudom én, ahol én dolgozom, nehéz. De lehet, hogyha te találsz egy olyan praxist, ahol napi 10 páciens van tényleg, aztán így kész, ennyi, és mit tudom én, ott vagy 8 órában, vagy 6 órában, akkor lehet, hogy ez fasza. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy erre így nincs jó válasz, legalábbis tőlem. De maga a gyakorlati munka, amit ott csinálsz, az ugye nem, azért nem egy leány álom, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam. Ugye én dentálhigiénikus is vagyok, és én mindig megpróbálom összemixelni a kettőt. Tehát, hogy nyilván azért az nem ugyanaz a dentálhigiénikusi szakma, mint a fogászati asszisztensi szakma, de ugye az egyikre szükséged van a másikhoz, tehát hogy egymásra épül a kettő, ami igazából így tök jól van. Viszont én úgy vagyok vele, tehát hogy én nem szeretem csak azt, amikor úgy funkcionálok, mint egy asszisztens. Tehát hogy nekem, hogyha van időm a betegekre, van, hogy van időm rájuk, van időm velük beszélgetni, tehát hogy nem csak egyből gyorsan kezelünk, akkor én szeretem őket eligazítani, szeretem őket úgymond kioktatni, tehát hogy amikor ti is megnézitek mondjuk a fogászatos kérdez-felelek videómat, én ugyanazt csinálom a munkahelyemen is. Számomra ez a fogászati asszisztens szakma, ez így kevés, ezt bárki meg tudja tanulni, ezt most megmondom nektek, ez egy betanított munka, tehát hogy ez nem nehéz. Viszont mivel én sokat tanultam, és én nem tartom magam se hülyének, én szeretem beleadni az én tudásomat ebbe az egészbe, én szeretem az embereket felvilágosítani a szájhigiénéről, a dolgokról, amire különösen kell, hogy figyeljenek, és én szeretem átadni ezt a tudást, ugyanis én így érzem jól magam, én így érzem többnek magam, én így érzem magam nem csak egy asszisztensnek, nem tudom, hogy értitek-e, mire gondolok, és mindig egy kicsit elkenődtem, mert hogy így mindig sokszor így megkapom a kérdést, hogy amúgy maga orvosnak tanul, és így mindig így elgondolkodom rajta, hogy tehát most azt gondolod, hogy én többre is futhattam volna ennél, vagy így, holott én nem akarok fogorvos lenni, Isten őriz, mert szerintem az is egy szar szakma tényleg, vagy hát maga a munka nem tetszik, én nem gubbasztanék ott a páciensek szájában tényleg, tehát hogy Isten őriz. De hogy így elgondolkodik rajta az ember. Nagyon sokszor szoktam ezt bóknak venni, és így elröhögcsélni rajta, de amikor már harmadjára azt mondják, hogy ja, a doktornővel beszéltem, és így nem is a doktornővel beszélt, hanem csak így velem, így azért elgondolkodom rajta, hogy jó, hát igen, de én így szeretem csinálni ezt. De mint mondtam, maga az asszisztensi munka az tanulható, viszonylag sok időre van hozzá szükséged, hogy mindenbe beleláss, hogy mindenre tudjál választ adni, hogy mindenre tényleg tökéletesen fel tudják készülni, és minden folyamat után tud, hogy mi következik. Ez azért viszonylag sok idő ezt megtanulni, de nem lehetetne. Én azt mondanám, hogy itt Ausztriában nem érdemes asszisztenskedni, mert nem tudom, hogy mindenki azt hiszi, hogy így zsákokkal hordod haza a pénzt, nem, egyáltalán ez nem így van. Magyarországon sem így van szerintem, de azért ez praxis válogatja, hogy milyen helyre kerülsz, hogyha szerencséd van, akkor lehet. De mint mondtam, nem én vagyok a megfelelő ember ennek a kérdésnek a megválaszolására, és én mindenképpen azt javaslom mindegyikőtöknek, aki tervezi, hogy asszisztens lesz, hogy menjen el egy hétre, keressen egy fogászatot, menjen oda és mondja meg, hogy nézzétek, én most ide beállok a sarokba, nem csinálok semmit, nem kérek kenyeret, tényleg, csak hadd lássam, hogy mi megy a fogászaton.
Maradj ott egy hetet, és meg fogod látni, hogy neked való-e, tetszik-e, vagy sem. Mielőtt elmész az iskolába, mielőtt beiratkozol, mielőtt kifizeted azt a pénzt érte, hogyha fizetős, próbáld ki. Én azt mondom neked. Jó, látom azért így a videózásban ez a multitasking nem megy. A munkahelyen jobban megy, mert csak beszélek, aztán sminkelek, úgyhogy bocsi, ez így nekem így nem sikerül. Meg mondom, ez még az első ilyen videó, úgyhogy nem tudom. De lássuk azt a szemsminket. És nem tudom, hogy mire gondoltam. Mindenképpen valami barnásat szeretnék, természetesen, ugye, mint mindig, kicsi arannyal, ugyanis, hogyha jobb idő lenne, akkor ma még szeretnék filmezni nektek egy ilyen outfites videót, viszont hát ezt így kint jó lenne egy a teraszon mondjuk, vagy nem tudom, de eléggé be van borulva, meg lehet, hogy eső is fog esni, de most úgy készülök ezzel a sminkkel, hogy arra a videóra tervezem, tehát, hogy most pozitív vagyok, hogy még délután videózni fogok, és szerintem a jó kis outfitjeimhez ez a barnás, ez a nude smink nagyon jól illene. Azt hiszem, hogy első lépésként felviszem így a szemhéjamra ezt a Beach nevezetű világos árnyalatot. Hát ez ilyen safe mód tényleg mindig. Mindig minden sminkem így kezdődik. A mélyítő vonalamban azt hiszem, hogy ezt a Maldives nevezetű árnyalatot fogom behelyezni. Méghozzá a Real Techniques-nek a Deluxe Crease Brush nevezetű ecsetével. Ezt nagyon szupernek találom tényleg, ez egy álom ecset, ez annyira szépen satíroz, hogy az hihetetlen. Aztán a külső V-be jön majd ez a sötétebb Island nevezetű árnyalat, ez egy ilyen sötétebb, barnás, meleg árnyalat. Nézzünk is egy kérdést, méghozzá egy ilyen komolyabbat. A social media hátrányai, hatásai, ezt kérdeztétek meg, hogy miért nem posztolok olyan sokat Instagramra, meg ilyenek. És azt kell, hogy mondjam, hogy én mostanság tudatosan nem használom az Instagramot. És ugye szokott lenni ez az ilyen tipikus detox, social media detox, meg ilyenek, de én így nem is az, hogy detox, hanem én nem szeretném ezt így életvitel módon űzni. Tehát én rájöttem arra, hogy igazából én nem vagyok kíváncsi másokra. Tehát Instagramon nagyon sok olyan dologgal találkozom, még akkor is, hogyha nem is követek úgy embereket, amivel nem szeretnék találkozni, gyerekek, és volt már a social médiáról videóm, azt hiszem, azért egy pár gondolatot, az én gondolataimat így elmondom róla, tehát én úgy vagyok vele, hogy mint mondtam, tudatosan nem használok Facebookot, annyira Instagramot sem, nem tudom, hogy mikor posztoltam igazából utoljára, tehát júniusban posztoltam talán egy képet, fogalmam sincs. Természetesen most végzett a mosogatógép, mindegy, most itt csipog majd, nem érdekel. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, de azért még dolgoznom kell rajta, hogy egyforma legyen a két szemem, de szerintem majd a végén. De alapjáraton ilyen szép, meleg árnyalata van, és én ezt nagyon szeretem. Amit még fel fogok rá dobni szerintem, az egy kis arany. Tehát, hogy van itt ez az arany, a gold nevezetű árnyalat, de ez elég sárgásnak tűnik, úgyhogy lehet, hogy inkább ezt a turtle nevezetű árnyalatot fogom hát felrakni, nem tudom. De a cápát is felrakhatnám. Megpróbálkozom inkább először ezzel a teknőcös árnyalattal. Azért ez kicsit azért potyog lefelé, nem nagyon durván, de azért ez potyog. Így nézünk ki jelenleg, és megmondom őszintén, azt hittem, hogy ez egy kicsit olyan sötétebb arany, de így a szememen elég világosnak tűnik, tehát ugye a szememen körülbelül ennek a sárgás aranynak felel meg, de nem bánom, igazából tetszik. Az alsó szemhéjamra felviszem ezt a sötétebb Island árnyalatot, és mindjárt folytatom is a mondókámat a social médiával kapcsolatban.
Tehát social media. Én tudatosan nem használom, főleg az Instagramot és a Facebookot, ugyanis rám is, még akkor is, hogyha tudat alatt, de negatív hatással vannak ezek az agyon filterezett, túlretusált, nagy többségben kamuképek. És mielőtt még bárki azt mondaná, hogy én azt mondtam, hogy mindenki csak kamuképeket tesz fel, és agyon retusálja, és agyon filterezi, és mit tudom én, tehát, hogy nem mindenki, de nagyon sokan. És nekem erre igazából nincs szükségem, én erre rájöttem. Én ugye leginkább itt YouTube-on vagyok aktív, mivel nekem ez a platform jobban tetszik. Én ezen a platformon kevésbé tudom elmaszkolni az én esetleges tökéletlenségeimet. Itt is van rá lehetőség, itt is azt mutat meg az ember az életéből, amit akar, meg magából is, amit akar, de nekem ez a platform, ez sokkal valódibb. Nagyon sokan hibáztatjuk magát az internetet, a social médiát, pedig ezek ugyanolyanok, mint mondjuk egy magazin, vagy egy újság, csak éppen ez az új verziója. Ezt már egyszer elmondtam, hogy a social médiával magával úgy nincs probléma. A probléma azok mi vagyunk, mert mi posztolunk rá. Nekünk kell megosztani, hogy milyen fasz a életünk van, milyen faszán nézünk ki, milyen fasz a családunk van, milyen fasz a helyekre járunk, milyen fasz a dolgokat veszünk, stb. Stb. Nyilván gondolom az mindenkinek tiszta ügy, hogy se te, se én nem szabhatom meg, hogy mások mit posztolhatnak az Instagram oldalukra. Viszont azt mindnyájunk eldönteti, hogy használni akarja ezt az applikációt, tehát hogy szeretné ezt az életébe vagy sem. Szeretné-e magát hasonlítgatni másokhoz? Szeretne szorongani emiatt esetleg? Szeretne az ember olyan termékeket venni, és azért megvenni, mert az Instagram napi 85-ször a szemed elé rakja, és oda tolja eléd, és mindegyik influencer posztolja azt, hogy mennyire fasza. A végén meg amúgy is ők csak jól megtömik a zsebüket a zsével, és lehet, hogy az egész az egy nagy rakás szar. Nyilván ezekről mind te döntesz, és ez annyira egyszerű, gyerekek, tehát, hogy mint mondtam, én egy jó ideje már nem használom, én egy jó ideje már így leszálltam róla, és észrevettem, hogy sokkal komfortosabban érzem magam. Nagyon sokat dolgozom egy nap, azt tudjátok, nincs is időm napközben Instagramot lesni, de amikor hazajövök este, akkor én nem szeretném ezzel tölteni az időmet, én nem szeretném ezt végig görgetni mindig magam előtt, én nem szeretnék olyan emberekkel találkozni, akiket nem is szeretek, és nem is érdeklődöm irántuk, tehát, hogy csak úgy oda kerülnek elé. Tehát én úgy döntöttem, hogy abban a kis szabadidőmben, ami van nekem, én inkább töltök időt a párommal, magammal, bemegyek a szép kis ruhatáramba, csodálkozom rajta, kimegyek a gyönyörű természetbe tényleg, mintsem, hogy elpazaroljak rengeteg időt az Instagramon, rengeteg időt gyerekek az életünkből. És tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, én azért megyek Instagramra, mert ott van inspiráció, meg jó ötletek, meg mit tudom én, lehet, tényleg. Én egy kreatív embernek tartom magam. Az én kreativitásomhoz arra van szükségem, hogy legyen egy nagyon jó kapcsolatom saját magammal. Én úgy gondolom, hogy a rengeteg hasonlítgatás, a rengeteg lemásolás, tehát hogy mások lemásolása, a rengeteg kritizálás, teljesen mindegy, hogy te kritizálsz, vagy a másik téged, megöli a kreativitás, gyerekek. Ez egy ilyen egyéni döntés. Engem nem érdekel, hogyha te egész nap rajta lógsz Instagramon, de ebben a kérdésben meg akartátok tudni, hogy én miért nem lógok rajta annyit, és miért nem posztolok annyit. Nyilván nekem nincsenek kötelezettségeim, tehát hogy olyan megkereséseim, együttműködéseim, amikhez kötődik az is, hogy ezt meg azt kell posztolnom, tehát az nyilván az egy másik történet lenne, de megmondom őszintén, hogy én sokkal kellemesebben érzem így magam. Legszívesebben megállnék itt ennél a szemsminknél, de úgy gondolom, hogy még a szempilla tövembe raknék még egy ilyen sötét árnyalatot, ez az Anemone nevezetű árnyalat, ez ilyen pirosas téglás árnyalat, ezt fogom oda felvinni. Felviszek még egy kis highlightet ide a szemöldököm alá, és így a belső szemszúpba, ehhez pedig a Luminize palettát használom a
Catrice-től. Méghozzá a legvilágosabb highlighter szint belőle. Aztán a vízvonalamra felviszem a Manhattannek az Endless Stay nevezetű szemceruzáját. Jöhet is az a jól megszokott Yves Saint Laurent szempilla spirálom, méghozzá Volume Effect Fossils The Curl nevezetű szempilla spirál. Úgy döntöttem, hogy kontúrozni egyáltalán nem fogok, csak bronzosítani, ehhez pedig a Chanelnek a bronzosítóját fogom használni. Tényleg imádok, minden nap használom, minden egyes nap. És jó páran írtatok és megjelöltetek bejegyzésekben, történetekben, hogy az én hibám, hogy ti megvettétek ezt a terméket és beruháztatok erre. Nagyon remélem, hogy ti is nagyon szeretni fogjátok, legalább annyira, mint én. És tényleg most szeretném, hogyha látnátok, hogy milyen gyönyörű is ez a bronzosító, és milyen könnyű eldolgozni, tényleg egyszerűen beleolvad az ember bőrébe. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, de hihetetlen. És valószínű most ebben a fényben ismét narancssárgának fog tűnni, de én már elengedtem ezt a témát. A bronzosítóval meg is lennék, és vettem egy új pirosítót az Essence-től múlt héten, mert igazából ami itthon van pirosítom, abban mind van ilyen csillám, vagy hát ilyen fény. Szerettem volna egy mattot venni, mert nincs olyanom. Ugyanis néha úgy érzem, hogy nyilván ez a bronzosító is ad egy fényt az arcomnak, maga a púder is, aztán maga ez a púdergyöngyök is adnak fényt az arcomnak, és hogy így túl sok volt egy fényes pirosítóval, úgyhogy beszereztem az Essence-től a The Blush nevezetű pirosítót a 40-es Beloved árnyalatban. A színe nagyon szép, de nem vagyok a tartóságával megelégedve, ugyanis kétszer vagy háromszor már hordtam a munkahelyemen, és így eltűnt az arcomról igazából. Egy jó pár óra múlva már csak a bronzosítót láttam az arcomon, tehát hogy valahogy ez így elpárolgott rólam, de most így erre a napra tényleg jó lesz, és meg szeretném mutatni, mert lehet, hogy csak nálam nem működik, fogalmam sincs. Íme amúgy a pirosító és pigmentáltságra így oké, okay, lehet, hogy még kicsit túlzásba is estem vele, de tök mindegy, mert hogyha lefilmezem azt az outfites videót, akkor úgyis messze fogok állni, nem fog annyira bohócosan kinézni. Nem tudom, hogy rakjak-e highlightet. Szerintem highlightet nem fogok most rakni, hanem csak egyszerűen a kis púder gyöngyeimet fogom használni az egész arcomra, és ezt legalább annyira imádom tényleg, mint a Chanelnak a bronzosítóját. Még a nyugalomnak. És koronázzuk is meg a sminket egy gyönyörű rúzssal. A szájceruzám az az In the Nude árnyalat lesz az Essence-től. És van egy Yves Saint Laurent rúzsom, a slim verzióból, ez egy ilyen matt rúzs, méghozzá 11-es árnyalat, róla beszélek, és ezt még régebben rendeltem, nem tudom, de úgy annyira nem voltam megelégedve a színével, így amikor így magában felvittem az ajkaimra, de most megpróbálom összekombinálni ezzel a szájceruzával, hát ha bejön tényleg, mert azért sajnálnám, hogyha egyáltalán nem használnám. Tudom már, hogy mi nem tetszett benne, tehát, hogy még mindig nem tetszik, mert túlságosan korallos árnyalat. Tehát, hogy nyilván én is belecsúsztam abba a hibába, hogy elhittem, hogy milyen a képen, és nagyon pigmentált tényleg, de látjátok, hogy ilyen nagyon sárgás árnyalata van, korallos árnyalata, és nekem ez egyáltalán nem áll jól, én úgy érzem, sárgának mutatja a fogaimat, tehát hogy én ezt nem szeretem, úgyhogy most meg is próbálom egy kicsit beledolgozni a számba, hogy egyé váljon inkább a szájceruzával, vagy nem tudom. Igen, azt hiszem, hogy így már sokkal jobb, bár hogy látom a fények miatt megint olyan Donald Trumpnak tűnök a videóban, de mindegy.
megvan a sminkem, és tetszik igazából így az összkép. Nem tudom, hogy legközelebb is használnám-e ezzel a kombinációval ezt az aranyszínű csillámot, de szerintem annyira nem üt el, vagy nem tudom. Remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót is. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!